A 95. majd később a 91. percben szerzett góla jutott tovább Anglia-Szlovákia ellen. A spanyolok is hátrányból fordítva nyertek, de még a rendes játékidőben, és más hasonlóságot nehéz is volna találni a két nagy ágyú játéka között. Az angolok játékát egyébként Szekeres Adiánnal elemezzük majd, villámgyorsan beszélünk a német dámmes zivataráról és a döntő lehetséges játékvezetőjéről, Pataki Gyulával, és itt lesz velünk Darabos Balázs erőnléti edző is. Kezdünk! Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja. Kezdjük Kölnben, ahol Spanyolország találkozott Georgiával, azok után, hogy ők ketten már az EB selejtező csoportban is együtt voltak. A két mérkőzést tbilisi és Valladolidban 10-2-es összesítéssel nyerte meg a spanyol válogatott, Tbilisi-ben 7-1-re tudott nyerni, tehát a grúzok számára ebből a szempontból nem voltak jók az előjelek, abból sem, hogy a spanyolok 100%-osan 9 ponttal nyerték a csoportjukat, az úgynevezett halálcsoportot Olaszországgal, Horvátországgal és Albániával, viszont a grúzok a portugálok legyőzéséből érkeztek ide, úgyhogy ahogyan azt a lelátón általában minden mérkőzésükön olvasható felirat is mondja, Believe, azaz hinni kell a csapatban, és ezt is tették a grúzok. A kezdőkben nem volt nagy meglepetés, egy dolgot volt érdemes megegyezni vagy feljegyezni, hogy Lamin Jamal 16 évesen, Pelé után mindössze a második játékos lett a VB, illetve EB ö, kieséses szakaszokban, aki pályára lépett, úgyhogy még nem érte el a 18 éves életkort. A mérkőzés a szokásos, várható módon kezdődött, a spanyolok birtokolták a labdát rengeteget. De ahogyan az a korábbi tornákon már előfordult, nem tudták megszerezni a vezetést, és rendkívül balszerencsés módon a grúzok hoztak össze egy vezető gólt. A 18. percben Robin Lenorman a saját kapujába talált be, úgyhogy kukurája lemaradt a jobb oldalon az emberéről, és a beadást Lenorman a saját kapujába tessékelte be. Ez volt Georgia első akciója, de nem az utolsó mert hogy azért a talaj jelentősen megnehezítette a játékosok dolgát, egy nem várt eső zúdult a Kölni stadionra, aminek köszönhetően nagyon-nagyon sok volt a csúszkálás, és a spanyolok hiába tartották a labdát, hiába voltak ott a Grúz 16-os közelében, nem tudtak kiegyenlíteni, a 29. percben Lenormannál már a tizedik spanyol kísérletet jegyezhettük föl. Georgiának lövése nem volt, labdavérintése a 16-oson belül szintén nem volt, de vezetett egy nullára. Egészen a 39. percig, amikor is megint a spanyolok... Miután elvesztették a labdát a 16-osnál, gyorsan vissza is szerezték azt, a spanyol letámadás is működött azért a mérkőzés jó, részében, és miután Nico Williams jól készített le a 16-os előterében Rodrinak, ő pontosan a 16-os vonaláról kilőtte az alsó sarkot, nem volt les, nem zavarta a kapust a kilátásban, és bár a Mamárdásvili előtte védett szépeket, itt már ő is tehetetlen volt. A szünetre tehát még döntetlennel mentek a csapatok, de a második játék részre semmi nem változott. Illetve egy meglepetés azért volt, Karacélia megpróbált egy gólt szerezni a félpályáról. Ez ma úgy tűnik, hogy a félpályás kísérletek napja, mert hogy az angolok ellen Strelec is valami egészen hasonlót próbált meg. Karacélia még közelebb járt, de nem talált be, és igazából innentől kezdve nem volt kérdés, hogy kinyeri ezt a mérkőzést. Az 51. percben Lamin Jamal az utóbbi időben akár a Barszában, akár itt a spanyol válogatottban is tőle többször látott formában, a jobb oldalról a 16-os sarkától nagyjából beadta a labdát, Fabián Ruiz pedig közvetlen közelről már csak be kellett, hogy fejelje, és kettő egy után igazából már a grúzok lendülete is alábbhagyott. A spanyolok magabiztosan tartották a labdát, sok helyzetük volt a grúz kapu előtt, a 75. percben pedig Nico Williams a mérkőzés talán legjobbja, el is döntötte ezt a találkozót, Fabian Ruiz passzából ő talált be, hogy aztán a 83. percben két cserejátékos, Ajárzával és Dani Olmú is összehozzon egy gólt. Négy egyre nyertek tehát a spanyolok, és várhatják a németek elleni mérkőzést Stuttgartban, amely július 5-én pénteken lesz majd. Ez volt tehát a későbbi mérkőzés, most pedig ugorjunk vissza egyet, mert azért az angol-szlovák találkozón jóval izgalmasabb dolgok is történtek, és ezt érdemes edzői szemmel is megnézni. Szia, Adrián, beszéljünk, mert van miről beszélnünk a mai edzői szemmel, rovatunk van. Túl vagyunk egy olyan angol-szlovák mérkőzésen, amelyen az angolok hát elég furcsa módon fordítottak, és a hosszabbításban nyertek Szlovákia ellen. Kezdjük a szlovákokkal, én azt mondom, mert ha valamit lehet dicsérni, akkor az a szlovákok védekezése. Ugye 4-3-3-hoz szokhattunk, akár itt a csoportkörben is Kálcónától, és a szlovákoktól, de ez ma valami más volt, és úgy tűnt, mintha azon a 4 4 2 én annak láttam nagyjából, de a lényeg az volt, hogy az angolok, mintha a szlovákok első hat emberén gyakorlatilag képtelenek lettek volna átmenni így első körben. Akkor visszakérdezek, mikor láttál 4-4-2-t? Szlovák védekezés. Oké, okay, akkor szűkítek, hagyadik percben, és a pálya mely területén? Eh, hát a pálya közepén, vagy amikor próbáltak letámadni a szlovákok, és nagyjából az elsőtől a 90 Igen, eddig? Én ezt inkább 4-3-3-nak láttam, és még itt a mérkőzés rögtön a legeléről beszélünk, amikor magasan följebb mentek a szlovákok, Számomra ez annak tűnt, mint amikor mondjuk egy pomberős Liverpoolt két-három évvel ezelőtt láttunk, vagy akár uh, Newcastle Érában uh, elkezdtek futbolozni, és ott volt ilyen 4-3-3-os szituáció, amikor a két szélsővédő volt, a, bocsánat, ebből a három támadóból, akik a szélsővédőket kontrollálták, és a középpások maguk mögött elosztották a területeket, és kijebb léptek. Nekem ez az, ami nagyon tetszett. Én ezt is fogalmaztam meg a mérkőzés kapcsán. Megint csak egy vendéglátóipar egységen néztem a mérkőzést, és ott, akik mellettem voltak, beszélgettünk erről, hogy szlovákok nagyon tudatosan és nagyon jól szervezték ezt a, ezt a védekezésüket, nem volt akkora intenzitás, mint amit említettem két csapatot, akár Liverpoolt, vagy akár newcastle de a tudatosságot fel lehetett fedezni, és azt, hogy mit szeretne a Szlovákia játszani. Nyilván, amikor egy kicsikét visszahúzottak a pálya középső részébe, vagy a, a saját védőzónába, akkor is meg volt ez a kompaktság, akár még részletesebben, de ott már előjött az a fizikalitás, ami miatt az angolok, én azt gondolom, nagyon sokáig nem is tudtak érvényesülni a szlovák támadó zónában, mert ott voltak, odaléptek, labdát szereztek, és ebből veszélyes átmenetek voltak, vagy ha éppen nem is volt labdaszerzés, olyan hibákra kényszerítették az angol játékosokat, amikből igen komoly lehetőségek voltak már az első pillanatokban is. Na itt egy nagyon fontos mozzanathoz érkeztünk, mert igazából az, hogy 4-4-2 vagy 4-3-3, vagy Hárászló éppen visszáblépett, vagy nem, talán nem is olyan fontos, de a, a másik része, amit mondtam, hogy az angol építkezés az első ö, mozzanatnál elakadt. Tehát, hogy a védőknél nem igazán tudott előrébb jutni a labda, de sokszor Pickfordot is bevonták, és amikor ment, akkor meg a szélen ment, középen gyakorlatilag, mintha nekem úgy tűnt, semmi nem működne vagy nem menne előre felé. Saka is, illetve Foden is jobb, illetve bal oldal teljesen széthúzták a szélére. Tehát az, szerintem az angolok készültek is erre, hogy nem a pálya tengelyében szeretnének bontani, hanem majd a széleken, hogy ez a két játékos, akiket, hogyha mondjuk nem a mostani heteket nézzük, vagy az elmúlt napokat, hanem mondjuk az egész klub szezonjukban, hogy rettentő jó egy az egy játékosok. Ez nem valósult meg ezen a mérkőzésen. szákának rengeteg labdaeladása volt, labdavesztése volt. Ha innen nézzük, Szlovákia pálya tengejét, a pálya közepét jól tudta kontrollálni. Nagyon kevés olyan labda jutott el, akár Herikén irányába, amit az ő visszalépésével a sorok között meg lehetett volna átvétel után, meg lehetett volna játszani a többieket. Ugye, Mino volt, illetve Rice, akik középen játszottak. Bellingham abszolút eltűnt ezeknél az építéseknél, megjátszatlan volt. A két középpályás volt, akik próbálták fölvenni a labdákat. A második fél időben volt egy kis változtatás. Nyilván egy trippier sérülése után Szaká volt az, aki kijött a bal oldalra. Sokszor ő is följebb ment, és olykor-olykor előfordult, mint hogyha az angol válogatott három belső védővel, vagy három építőjátékossal építeni az akciókat. Ez vagy elcsúszva a védelem volt, vagy Rice visszalépésével, de igazából átütőerő nem volt benne. Bennem van ezzel kapcsolatban egy eléggé megfogalmazott gondolkodás, ami, ami teljesen független attól, hogy Southgate mit akar ezzel a csapattal játszani. A játékosok nem hozzák ki magukból azt, ami bőven bennük van, vagy ha kihozzák az a mérkőzés olyan részében, amit eldöntő, mérkőzés szituáció eldöntők voltak, és gólokat. Na akkor beszéljünk az edzői döntésekről. Például, amit mondtál erről a Saka balhátvédbe hozataláról, ugye az első angol cserére itt a 66. percig kellett várni. Szintén mondtad, hogy Tripért kényszerűségből kellett ugyan lehozni, de Saka itt a BBC rádiójának a napokban ilyen Wright felvetésére elmondta, hogy ő nem jó ötlet szerinte, hogyha balhátvédként játszik. Erre mit húz meg Southgate a meccsen? Az egyetlen változtatása gyakorlatilag itt a 84. percig azt, hogy visszateszi őt balhátvédnek. Mit mond el ezt southgate -ra? Nyilván azt, hogy aki egy balhátvédje van, azt ők is elmondták, vagy talán eríten hány Luxo esetében, hogy majd a egyenes egyenskéséhez szakaszban használni lehet őt. Nyilván nem egy ilyen mérkőzésen fogod elkezdeni használni, amikor Uh, ott talán már hátrányban is volt az angol válgatott, vagy az, 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 uh, és nem itt küldött be, hozhat a mérkőzés olyan periódusokat, amikor egy játékos olyan helyzetbe kell hozni, olyan játék-szituációba kell beelkényszeríteni, amit ő nem komfortos, de a csapat érdekezt kívánja. Ez is ez volt. Nyilván talán Unai Emery volt, aki utoljára Szakát szélsővédő pozícióba játszotta, még ha egy kicsit más szerepkörben is, mert ötvédőve, Szakának az nem feküdt, ezt tudni kell, de így hozta az élet, ehhez kellett hozzátenni, nyilván védekezésben nem is kellett Szakának semmilyen teljesítményt nyújtani, de a támadójáték, még mondhatjuk, hogy ezzel offenzívebb lett az angol csapat. És valószínűleg a következő időszakban, a következő percekben már senki nem foglalkozik ezzel, vagy amikor nagy nyilvánosság elé kerül a beszélgetésünk, mert az lesz bennünk mindenkiben, hogy Anglia tovább jutott, southgate jó jók jöttek a húzásai, még hogyha tudjuk, hogy ez döcögősebb is volt. Úgyhogy ez, ez, ez egy szükség hozta, ez talán, kicsit gondolkozom, nem csak edzőfeje, hanem játékos feje, hogy egy játékos egy ilyen szituációt könnyebben elfogad, mert a csapat érdeke ezt hozta, nem pedig maga a mögöttes döntés, ami miatt ez, ez történt. Na és hogyan fogja elfogadni Szlovákia ezt a vereséget azok után, hogy itt a rendkívül fiatal Strelec adott egy fantasztikus gólpaszt Iván Sráncnak, aki meglőtte a harmadik gólját, tehát utolérte Mikau és Múziálát a góllövő lista élén. Gyakorlatilag amit kért Kálcóná, vagy Hámsék, vagy az edzői stáb, teljesen mindegy, azt úgy tűnik, hogy tökéletesen végrehajtották a szlovákok, nem? Szlovák szóval kellett le a kalappal uh, már az első pillanattól kezdve, hogy pályára léptek. Tehát ha visszaemlékezünk, talán a mérkős legelén Trippiernek volt egy visszapassza, Gué és Árgalapot kapott. Tehát a szlovákok ilyen szituációkra tudták kényszeríteni. Rögtön a második fél elején egy angol szabadrúgás a saját térféről, elpasszolt labda, jó helyzetfelismerés, uh, Pickford kinnált a kapuból. Tehát ők mindent megtettek az, amivel ma Anglia nyerni tudott, és Southgate is ezzel magyarázhatja, az, hogy vannak olyan játékosai, akik képesek mérkőzést eldönteni. Ha már csak mi beszélünk ketten, Belingemet láttuk az egész évben a Real Madridba mérkőzésket eldönteni. Szóval eldönteni. Klasszikókat eldönteni. A Szlovákia abból tud építkezni, hogy van egy ilyen fiatal csapata, ahol vannak egyéniségek, vannak jó játékosok, ebből nekik nem szabad visszavenni, ez tovább kell folytatni ezt a megkezdett utat, nem akarok párhuzamot vonni a Magyar Labdarúgó Szövetség között, vagy a magyar csapat között, de mi is egy ilyen utat kezdtünk el. Amikor még évekkel ezelőtt szlovákok arról voltak úgymond híresek, hogy olyan nyilatkozatokat tettek, hogy Magyarországon ami megy, azt ők is szeretnék. Ők most erre az útra léptek, szóval nincs miért szégyenkezni ő. A fiatalok között kuckára és pekárikra gondolod. <laughs> igen, igen, rájuk. Holott hozzáteszem, a szlovák válgatottak már a góljuk előtt is voltak olyan lehetőségeik, amikből szerezhettek volna a gólt. Szóval ez nem egy olyan kibrusztolt mérkőzés volt, még hogyha a, ha csak valaki a labdabirtoklást nézi, tehát az igen egyoldalú volt, de itt igenis voltak a mérkőzésnek olyan periódusai, főleg az elején, amikor lehetett azt mondani, hogy a szlovák csapatnak van elképzelése, van tudatossága, és szeretne ebből építkezni. Hát a labdavirtoklás az egészen addig ugye nagyon egy irányba mutatott, amíg meg nem fordította a meccset Anglia. Hát furcsán jött ki, 95. percben egyenlítő gól, aztán a 91. ben meg már vezető gól. Harry Kane, arról inkább ne is beszéljünk arról a gólról magáról, mert tehát, hogy abban azért kellett a szerencse is. 65 gólos most már Kane a válogatottban, de mondom, nem ez a lényeg szerintem edzői szemmel, hanem az a szemlélet, ami megint a Southgate féle futballt és filozófiát hozta elő, hogy Kane gólja után, az angolok vezetése után a szlovákok átvették a kezdeményezést, ugye Tony a 94. percben állt be, aztán kane és Belingemet is lecserélte Southgate, jött még konszá, még a középpályát erősítette, és így, így zárult ez a mérkőzés olyan angolosan, olyan csoportkörösen. Abszolút így van, tehát amikor már nekik álltam, én sokkal inkább, én ahol néztem is, pont ezt mondtam, egy Tony, egy Watkins ott ül a padon, tehát hogy miért nem lehet hozzájuk nyúlni sokkal hamarabb, sokkal inkább kockáztatni, nyilván ezt most Southgate mondhatja az, hogy neki bejöttek a húzásai, a korábbi mérkőzéseken is már azért a penge ellen táncolt, most még közelebb volt ehhez, még közelebb volt ahhoz, hogy, hogy hatalmas blama legyen, bízhat az egyéniségeibe, akik megmentették, ő nem fog változni, ezt most már ki kell mondani. Én azt gondoltam, hogy a mai mérkőzésen amúgy egy sokkal bátrabb, egy sokkal inkább összeszerettebb angol válgatottat fogunk látni, akik élvezik a futballt. Én, a, én az egyet tudok érteni, hogy ezek a játékosok túl vannak hajszolva, rengeteg mérkőzést játszanak, de ettől függetlenül több is kijöhetne ebből a csapatból. Itt megvan Southgate-nek is, amilyen a Hát itt nem ez lehet a kifogás, azt hiszem. Nem csak ez, Vagy hát, ez nem, nem lehet. csak ez lehet, de ha visszaemlékezünk, akkor Kai Walker volt, aki az első csoportmérkőzésen begörcsölt, tehát azért itt bőven mutatkoznak azok a jelek, de most már a torna ezen szakaszára azt gondolom, hogy ezzel a futballal nem fognak tudni európa nyerni, tehát lesz, aki kizökenti őket, de még mindig a csapatban megvan az a potenciál, hogy tudnak egyet változtatni, holott az idő, most már egyre inkább szűkül, hogy ezen változtasson. Minden esetre, ha már idő Southgate-nek ez volt a 99. válogatott mérkőzése az angolok élén, a svájciak elleni negyed döntő lesz a századik, hat nap múlva Düsseldorfban szombaton 18 órakor egy rendkívül érdekes, izgalmas párosításnak lehetünk majd szemtanúi. Adrián, köszi szépen, hogy ma itt voltál, és akkor megyünk tovább egy kis bírózással, kicsit visszatekintünk még a németek tegnapi mérkőzésére is. Szia, Gyuszi, kezdjük. Egyet visszalépett tegnappal, vagy hát aki már nem is tudom, hétfőn hallgat minket, annak tegnap előtte, mert hogy a német meccs kapcsán azért itt a viharos történetet ki kell beszélnünk, hogy itt hogyan működik a protokoll, és miért láthattuk azt, hogy Michael Oliver nem maga hozza meg a döntést, hogy félbeszakítja a találkozót, hanem minthogyha a sandított volna oldalra, és hosszas kommunikáció után döntött volna úgy, hogy a villámok és a vihar láttán szünetre küldi a játékosokat. Szia, üdvözlök én is mindenkit. Igen, azért itt most minden alaposan megvan szervezve, egy ilyen, hát ilyen kisebb tétű meccsen azért általában a játékvezetőre van döntve, hogy a körülményeket meg áttekintse, hogy alkalmas-e a futballra, vagy sem. Itt azért ezt a terhet azért levették a játékvezetők válláról, legalábbis én úgy tudom. Itt az UEFA a szövetségi ellenőr szólt rá, véletlenül Oliver fülére. De azt is lehetett ott látni, hogy Roberto Rosettivel is ott beszél a játékos kijáróban a folytatásról. És akkor ezek szerint utána sem Oliveren múlik itt semmi, hanem van erre független ember, aki, aki ezt figyelje. Most azt nem tudom, hogy hogy kell elképzelni az időképet a BBC-nek a honlapját, vagy mit néznek ilyenkor vajon az ellenőrök? Hát gondolom, mindenféle időjárás előrejelzést megkapnak, csak úgy, mint a mindenféle bejövő jelet, ilyesmit, és szerintem abból eldöntik, hogy mennyire, milyen hamar mehet el a vihar, mennyi ideig tarthat, milyen hosszú kényszer lehet itt. Szerencsére itt azért elég gyorsan, nem hogy csillapodott, hanem el is állt az eső, és utána hát ezzel a Dortmundi pályával, a fantasztikus gyepével és vízelvezető képességével egyáltalán nem volt semmi probléma. Hogyha ugrunk itt a vasárnapi napra, akkor a pályára, a körülményekre semmiféle panasza nem lehetett sem Angliának, sem Szlovákiának. Angliától függetlenül gyötrelmesen játszott. Viszont az sem lehet neki kifogás, hogy olyan nagyon rosszul fújt volna a játékvezető. Umut Mellerről már beszéltél, ugye, hogy azért nem könnyű csak ír örökébe lépni itt török játékvezetőként, de úgy tűnik, hogy Umut Meller szintén egy határozott sportás, hiszen az első. 17 percben már három sárgát osztott ki az angoloknak, nem úgy tűnt, mint aki meg van illetődve. Ö, igen, az elején mondhatjuk, hogy egy picit talán alacsonyra is rakta a mércét, hogy gyakorlatilag majd hogy mindenért odaadta a lapot, teljes jókor, és igazából meg is fogta a mérkőzést, viszont a második fődőben egy kicsit úgy éreztem, hogy nem tudta tartani ezt a vonalat, amit így az elején saját magának így felállított. Ö, például Kucka szerintem nagyon mázista volt, hogy ő úgy hagyta el a pályát, hogy lecserélték, és nem pedig kiállították, Na azért két igencsak olyan gyanús belépője is volt, aminél lett volna ki a második sárgát. Szokott ilyen lenni, vagy te támogatod ezt a fajta nézetet, hogy mint a lovaknál ráncsuk meg a gyeplőt, és aztán engedjünk belőle? Igazából ez mérkőzéstől is függő. Én szerintem a török játékvezető úgy érezte, hogy lehet, hogy jó, ha ott az elején megfogja. Ő, neki kicsit azért a stílusa is ez, én amennyire láttam az ő mérkőzéseit annó, és hogy, hogy azért hamarabb odaadja a lapokat, mert több játékvezető inkább az elején inkább a szóbeli feddésre esküszik, mert hogy ne kelljen túl hamar esetleg kiállítani, mert az jóval ö, nagyobb ilyen vitatémát szül. Ö, a második fél egy kicsit talán ezt éppen így visszafogta. És ha már Umut Meler, akkor fölvetődik itt a kérdés a folytatást illetően, hogy őt látjuk-e még. Ugye Bencevel ezt már szörmentén itt érintettétek tegnap, hogy kiktől búcsúztunk el valójában a csoportkör után, Rossetti például védte a skót-magyar mérkőzés játékvezetőjét, de őt már nem látjuk például, Hernández Hernández-t a videószobában nem látjuk, ha már itt ma ugye spanyol meccset is láthatunk, és Meller akár esélyes is lehetne a folytatásra, szerinted az befolyásol bármit, jobban figyelnek rá azért, mert 2023. decemberében őt például egy komoly támadás érte, jó lehet neki az, hogy itt elődöntőt, vagy akár döntőt is fúj? Én szinte kizártnak tartom, hogy ő bármit is, mármilyen komolyabb elődöntőt vagy döntőt fújjon. Még ahogy attól, hogy esetleg a török válogatott már most búcsúzik a nyolcad döntőben. Ha a török válogatott tovább, akkor egészen biztosan majd, hogy nem -e azt mondhatjuk, hogy elköszönnek tőle. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem a nyolcad döntővel ő kimaxolta ezt az Európa-bajnokságot. Akkor ott tartunk, hogy most már el lehet kezdeni tippelgetni, hogy kinek van itt esélye, hogy Simon még ott volt, de hát ő a Katari vb n döntőt fújt. Említetted, hogy az olaszok kiesését nem annyira bánja Daniele Orszátó, aki ugye 48 esztendős már. Lehet, hogy ebédöntővel zárja ezt a pályafutást? Hát ekkora esélyt, mint hogy most az olasz házatot már most így elbúcsúzott a 800 döntőbe, szerintem nem is kaphatott volna. Nagyon kérdéses nála, ezt már egyszer-kétszer emlegettük, milyen, milyen az erő mert neki az utóbbi néhány évben azért sérülések, Kell, kellett megküzdenie egy jóval kevesebbet vezet Olaszországban is, mint korábban, és a nemzetközi porondon is egy kicsit kevesebb mérkőzést kap. Igaz, azért a nagyon komoly rangadókat azért rendesen megkapja. Ha ezen a portugál-szlovénon nem követ el valami nagyon komoly hibát, akkor én szerintem vagy elődöntő, vagy döntő. Mik a szabályok, vagy mi az, amit itt követni kell azt tekintve, hogy ki mennyi döntőt fújhat, mennyi nagy meccset fújhat? Ugye Orszátónak van 2020-ból egy bajnokok ligája döntője, van egy VB elődöntője, és azért az egyes versenysorozatokban, tehát hogyha külön-külön VB-ket, EB-ket, BL-eket nézünk, azt tudom, hogy nem szeretnek többször ugyanannak a játékvezetőnek akár BL döntőt, akár VB döntőt, akár EB döntőt adni. Hogyha itt több sorozatot nézünk, akkor ez nem kizárók, hogy ő már fújt BL döntőt? Nem, ez abszolút egyáltalán nem kizárók. Az, azon sorozatokat nézik általában, de is csak egy iratlan szabály. És az, hogy 2014-ben ugye Rizzoli fújta a VB döntőt, csak egy kicsit visszanéztem itt, hogy az olasz sporik hogyan, mikor, mit teljesítettek, és 14 óta nem volt ugyan olasz, de hát azóta nem is volt olyan nagyon sok világverseny? Ö, egyértelmű, igen. Persze olaszok is voltak, amikor döntőbe bejutottak, és akkor ez is kizárta az olasz játékvezetőket. Igen, előtte azért 10 évente összejön az olaszoknak egy döntő, mert például 2002-ben Kolina volt a világbajnoki döntős, 2014-ben Rizzoli, Nagyon benne lehet, hogy 2024-ben medig Gorzátó. És akkor ez azt is jelenti, hogy a játékvezetők főnöke, akit már sokszor emlegettünk itt veled az ebi adásokban, Rossetti úr is befolyásoló tényező lehet? Tehát az ő diplomáciai ereje pozitív hatással lehet arra, hogy orszától fújja ezt az ebi döntőt? Hát az elmúlt években azért Rosettinek hatalmas befolyása volt ezekkel kapcsolatban, és azért sokan azt mondják, hogy néha majd, hogy nem túlzottan is nyomta az olasz játékvezetőket. Szinte minden FIFA bírójuk legalább konferencia a csoportkörig jutott, vagy Európa liga csoportkörig, még ha teljesítménye nem is volt annyira jó. De úgyhogy hogy de orszálló, vallású, nagyon jó viszonyban is vannak. Vélhetően, ha úgy adódik, mindennek lesz azért, hogy ő legyen a döntő játékvezetője. Na kiderül, tegyék meg tétjeiket, illetve tegyétek meg tétjeiket, hogy ki lesz a az döntő játékvezetője, attól még odébb vagyunk, de hát addig is bőven lesz még, azt hiszem, beszédtéma, úgyhogy Gyuszi, számítunk továbbra is a szakértelmedre, köszi mait. Mivel továbbra is központi téma, azért menjünk tovább sérülésekkel, pihenéssel, ami a focisták esetében igaz, ők is nagyjából 8 órát dolgoznak naponta, hogy 8 órát pihennek-e, és hogy 8 órát szórakoznak-e, az már is kiderül. Darabos Balázs Zsölnyi, a Spartakusz erőléti és rehabilitációs edzője a vendég, de hát alig ha kell most már bárkinek bemutatni, aki hallgatta végig az Európa Bajnokság során az adásokat, pihenésről beszélünk. Hogy kell pihenni? Legszel legfontosabb... az ágyban, úszol, kirándulsz. Hogyha most azt mondom, hogy kell pihenni, a legfontosabb az alvásnak a minősége. Ha az nincs meg, akkor már egy deficittel ébredsz szó szerint. Vagy többször ébredsz föl, vagy, vagy egyszer, de akkor nincsen deficit. Hogyha most úszás, séta, akkor mi egy aktív regenerációról beszélünk, ami, ahogy beszéltük, hogy megváltozott a sport. Megváltozott. Mert, mert az aktív regeneráció sokkal fontosabb már, mint egy, mint egy passzív ülőhelyzetben történő mozizás, vagy bármi. Sokkal jobban segíti a regenerációt, olyan salakanyagok távoznak a testből, ami egy nagy terhelés után azért megjelenik, és, és, és kutatások bizonyítják azt, hogy, hogy gyorsabban csökken például a, a kreatin mértéke a vérben, hogyha aktív a, a pihenés. Ma beszéltünk nagyon sokszor itt a különböző adások során, hogy ezt mennyire differenciáltan kell kezelni a játékosoknál. Gondolom ugyanez vonatkozik a pihenésre is. Más a pihentető mondjuk a játékosnak, mint B játékosnak. Így van, ez, ez egészen egyszerű, hogyha a csendes pihenő van, valaki elmegy, megiszik egy kávét, valaki elmegy és megcsinálja a kis sziesztáját, úgyhogy erre mindig azt mondom, hogy ez ez egyéni különbségek, és ezt a, a játékosok tudják. Most megint azt mondom, hogy olyanokra figyelnek, hogy, hogy ne küldje ki a napsütésbe a játékos kávézni, hanem, hanem ezekre mind figyelnek, hogy, hogy csökkentse annak a, annak a rizikóját, hogy, hogy fáradtabban érkezik vissza mondjuk a, az edzőtábor berkein belül. Van egyébként arra általános recept, hogy mennyi az a minimális idő, ami akár egy bajnokság lezárulta, akár egy torna után szükséges ahhoz, hogy te tökéletesen regenerálod, ameddig mondjuk nagy intenzitású edzéseket nem végzel? Általában egy-hét-tíz egy nap szokott lenni a teljes-teljes off. Tehát ott ott igazából azt mondom, hogy az teljes pihenőnek teljes kell lennie. És utána. Abba, szok... Bocsánat, abban akkor még ilyenek sem félnek bele, hogy úszol, futsz egyet? Ma, ö, ilyenek maximum. Az a lényeg, hogy aerob közegbe történjen minden, tehát ö, oxigén mellett ez egy nagyon-nagyon-nagyon ez könnyű zónában történő munka legyen. Ha ez megvan, ez a 7-10 nap, utána általában a klubból kiküldenek a következő 7-10 napra egy, ö, egy off-season programot, ami azt jelenti, hogy abban a 10 napban neked 4 szer 5 szer 6 el kell végezned azokat az előkészítő munkákat. Akkor már anaerob tartományban. Ö, nem. Odalépve. Még nem Nagyon is. minimálisan. Maximum úgy, hogy például a biciklén vannak kicsit vannak ritmusváltások, ö, fartek jellegű ö, futások, de, de több pihenővel történik ez az egész. Azért, hogy ö, olyan alapálló képességet szerezzen a játékos a már az off-seasonbe, hogy ezzel minimálisan kelljen csak foglalkozni az első két hétben például. Itt ennek van jelentősége akkor, hogy ö, mennyi terhelést kapott előtte a hónapokban a játékos, vagy ez minden esetben ez a tíz nap, ez elegendő kell legyen, függetlenül attól, hogy akár a szezon számára mondjuk 8 hónapig, vagy tízig tartott. Mondok egy példát a saját házam tájáról is, és mondok itt a válogatottról is. A saját házam tájáról volt egy játékosunk, aki, aki keresztalak szakadással visszajött hozzánk, beszállt már a csapathoz, teljes értékű edzésmunkát végzett, és nekünk most ugye három hét a szünet a felkészülés és az utolsó mérkőzés között, Neki ez nem. Nem az. Ő végig edzi. És ő anaerob tartományban is edz. Tehát, hogy, 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 nincs pihenő. Vegyük a Fiola Attillát. Látható, hogy mennyire ragaszkodik a Rossi a, a karakteréhez, a személyiségéhez, a játék tudásához. Láthattuk, hogy mennyire küzdött azért, hogy visszatérjen a videóton kezdőjébe, megint megsérült, és ahogy hallom, még keményebben edz azért, hogy ő az EB keret tagja lehessen vagyis ez egy olyan példa is lehet az a keretbe lévő fiatalabb játékosoknak, ami azt gondolom, hogy követendő. Köszönjük szépen, Balázs. Neked is jó pihenést majd itt az EB utána, bár hamarosan kezditek a munkát Nyíregyházán. Úgyhogy uh, ahhoz pedig sok sikert. Köszönjük szépen. Köszönjük. A vasárnap a hétvége, sőt az egész hét tehát ezzel lezárult, de nem állunk meg. Megyünk tovább, jön további két nyolcad döntő hétfőn, illetve nyilván kedden is de azt majd holnap az ajánlóban elmeséljük, hogy mire számítsatok ott. Este pedig jön Tibi az összefoglalóval. Mára köszi a figyelmet, sziasztok!